A királyok második könyve, 24. rész. Az ő idejében vanult fel Nebukadnetszár, Babilónia királya, és Jójákém az alatvalója lett három éven át, de azután elfordult tőle, és föllázat ellene. Ezért az úr Káldeus és Arám, meg Moábi és Ammóni rabló csapatokat küldött ellene. Azért küldte ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az úrigéje szerint, amelyet kijelentett szolgái a proféták által. Bizony az úr parancsára történt Júdával az, hogy elvetette maga elől manassé vétkei miatt, mindazért, amit az elkövetett, és az ártatlan vér miatt is, amelyet kiontott, hiszen ártatlan vérrel töltötte meg Jeruzsálemet. Ezért nem akart az úr megbocsátani. Jújákím egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Jújákím pihenni tért őseihez, utána a fia, Jójákín lett a király. Egyiptom királya többé nem vonult ki országából, mert Babilónia királya mindent elfoglalt, ami csak Egyiptom patakjától az Eufrátes folyamig Egyiptom királyáé volt. Jújákín uralkodása. Az első fogságba vitel. 18 éves volt Jújákín, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Nehustál volt, Elnátán leánya Jeruzsálemből. Azt tette, amit rossznak lát az úr, egészen úgy, ahogyan apja tette. Abban az időben vonultak fel Nebukadnetszárnak, Babilónia királyának a szolgái Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vették a várost. Nebukadnetszár, Babilónia királya is megérkezett a város alá, amelyet szolgái ostromoltak. Ekkor Jójákén, Júda királya kiment Babilónia királyához anyjával, udvari embereivel, parancsnokaival és főembereivel együtt. Babilónia királya uralkodásának nyolcadik esztendejében elfogadta őt. Elvitette onnan az úrházának minden kincsét, meg a királyi palota kincseit, és leszeretett minden aranytárgyat, amelyet Salamon, Izrael királya készítetett az úr templomában. Így jelentette ezt ki az úr. Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a haderő minden vitézét, tízezer foglyot, a mesterembereket és a várépítőket is mind nem maradt más otthon, csak az ország nincs telen népe. Fogságba vitte jójáként Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Minden tehetős embert, összesen hétezret, meg ezer mesterembert és várépítőt, és minden harcost fogságba hurcolt Babilónia királya Babilóniába. Babilónia királya azután Mattanyát, Jújákin nagybátyát tette meg helyette királynak, és a nevét Citkijára változtatta. Citkijá az utolsó júdai király. 21 éves volt Citkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Hamútal volt, Jirmejá leánya Libnából. Azt tettem, amit rossznak lát az úr, egészen úgy, ahogyan Jójákim tette. Bizony az úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Judával, végül is elvetette őket a színe elől, citké azután fellázadt Babilónia királya ellen.